Sziasztok srácok, Zsozé vagyok, ez pedig a The Forest 42. része, gyerekek, folytatódik sorozatunk. Vágjunk is bele a mai sztoriba, hogy mi a pálya, illetve hogy mi a hányás, gyerekek. Ugye azóta jött egy patch, visszaállítottam a ruhaszárítót és a csodálatos a bogrács helyünket is. Ez megbugol, mint a picsa. Szóval, valamit azért el kell mondanom, tehát elkezdtem már egyszer felvenni ezt a részt, össze is kloffoltuk itt, gyerekek. Ezt a két nagy tűzrakó helyet. Csak a szomszéd úgy kloffolt, mint a barom, az belehallatszott a videóba. Úgyhogy inkább jegeltem a sztori. Úgyhogy ebből maradtatok ki igazán. A mai program, gyerekek, a totemünket kell valahogyan visszaállítani, illetve Wilsont, ugye, a hűn szeretett Wilsonunkat. Kiégeti a szemem a könyv. A hűn szeretett Wilsonunkat azt ide tudom elképzelni. Meg is nézem, hogy mennyi cucc van nálam. Ide lepattintjuk a cuccokat. És fegyben meg is van. Hát ez nem volt valami nagy kihívás. És ugye itt van a szánkong, gyerekek. Azért az nem mindegy. És már jönnek. A pacalarcúak. Gyerekek, azon gondolkoztam, hogy a gyereknevelésben milyen sikereket tudnának elérni a busvanok, nem? Tehát elképzeled, hogy kipottyantja a pókasszony, és utána mi van? Tehát érdekes gondolat. Na de nézzük. Elég bátortaladok. Az a betonkeverő meg a meszes csöcsű rozál. A másik az nem tudom ki, Kozma diszkes talán? Lehet. Na hát dőljünk le szerintem, hogy nappal legyen, és akkor go exploringolunk egy-egy, gyerekek. Sovány malac vágtába ledöglünk szovelni. És már nap is, nappal is van, igaz, hogy elég télies hangulathoz időjárás, köd van és fingszag. Na, hát akkor menjünk, aztán lássuk, hogy mi van. Ezek meg ott gyengelnek végig, amíg aludtam, látjátok? Nem szarra gurítanak. Az öngyújtónkat elrakjuk, még a végén felgyullad valaki. Hamarosan itt a Mikulás, gyerekek. Reméljük a busvanoknak is hoz valamit. Egy jó nagy váról indíthatósi műkolbászt. Ugye kitettük ide a csapdákat, de eddig igazából nem sok haszna volt. Na, most megyünk haza. Ó, mennyien vannak, basszus. Kezdődik a Mikulás parti. Hát nem baj, legalább a totemünket össze tudjuk kloffolni, srácok. Nézd meg, elaludt a szegény sirály. De nem támadnak, hát mi van ezekkel, gyerekek? Közeleg a szeretet ünnepe, a karácsony, és úgy döntöttek, hogy most szeretet van, vagy mi? Hát mindegy, akkor. Az a baj, nem akarok oda menni amperkodni, fölbeveszik egy gyógyszert. Tedd már azt a szar telefont, tehát állandóan előveszi. Valahogy posztolni akar a Facebookon, lehet. Elgondolkodva egyébként, srácok, nézzétek, hát milyen sikeresek. Itt már elég sokan vannak. A busvanok, nézd, ki vannak gyúrva, micsoda karriert érhetnének el az emberek világában. Fürgék, ki vannak gyúrva, meg minden. Pussolj már! Na, talán most támadnak, és akkor le tudjuk aratni őket. Hát nem tudom, olyan, mintha egy lehúgyozott sóskiflin szaladgálnánk, olyan hangja van. Ez az. Ez az, gyökér. Patkolj. El. Na, hát már meg is van a cuccunk. Ugye van egy ilyen láb, kéz, vagy minden szar, fej. És akkor valahova ide lerakjuk. Közben nézem, hogy nem jönnek ezek a tűnyfejűek. A golyós dedodor fejű meg a messzes csöcsös rozálék. De nem tudom, le vannak szedálva, gyerekek. Pékepipát szívtak, mielőtt idejöttek, vagy nem tudom. Úgyhogy
Igen. A másik dolog, amit meg akarok még nézni, és soha nem építettük meg, az nem más, mint... Mindjárt megmutatom. Ha megtaláljuk. A csapdák között van egy új, ez az. Azt a másikat se láttam, még az mi volt? Hát gyerekek, ezt is meg kell nézni. Ide teszünk egy ilyet, és meglátjuk, hogy milyen szolgálatot tesz majd. Néznek, mint Rozi a moziba, öcsém. Passzus. Most szemezünk, gyerekek. Most ez a szerelem rítus, párzási rítus. Majdnem megbotlott a teknősbe, de inkább átment rajta. Jó lesz ez a tűz, ahogy látom. Szeretnek beleszaladni. Úristen, te hol, geci? Mi van veled, a szénbányából jöttél? Nézzétek, segédmunkás napszámba dolgozik a szénbányába, vagy nem tudom. Gyere, kapsz egy fülest. Hát veled mi van? Nézzétek már a szénbányásat. Kim van a bulard, nem zavar? Állj már le. Hallod, ez milyen haja van annak? Ez valami izé, szerzetes. Gyerekek. Kopasz a fejét ezeje. Azt a kurva, de gangster volt az a sirály. Ó, ez az. Égjé, köcsökson. Gyerekek, meg lesz a totemünk, már látom előre. Ez az. Nem eszitek meg, húzzatok a picskóba. Gyere ide, gyíknyak. Kapsz egy paraszt lengő. Messzes csöcsű. Nyugodjál le! Mit idegeskedsz? Igen, ebből is szerzetes vált, ahogy meghalt. Úristen. Hát ennek ki volt a párja az oviba, gyerekek, ebédkor, vagy az iskolába? Szerencsétlennek. Hát senki. Hát ez az. Milyen szomorú sorsú. Na mindegy. Legalább totemnek jó lesz, ha már másra nem. Reszelni nem tudunk már vele, mert elpatkolt mondjuk még egy kis ideig meleg. Fú. Na, hát akkor ide fölpattintjuk, gyerekek. Egy jó pár kéz-láb. Mi kell nekünk? Hát kell minden, csak láb nem. Kéz az kell. Ide összeokádjuk a cuccokat. Na, és akkor... Ez a szénben, szénbányász Jóska gyerek, ez... Nagyon kaszkadőr volt az előbb. Láttátok? Megvitte az asszonyt egyből. Hát energiaügyileg elég szarul állunk, szokás szerint. Nem tudom, az állatokkal mi történt, gyerekek, mert nagyon nincsenek. Aggasztó, aggasztó. Pedig emlékszem, hogy az előző részekben annyi volt, hogy együtt denceltünk velük. Eltűntek valamiért. Ott mi zajlik, gyerekek? Körbe-körbe futkorászik. Nem, mert meglátnak. Húzunk innen a picskóba. Megépítjük azt a cuccot, meg kíváncsi vagyok rá, hogy mire való, vagy hogy... Mi történik a busvarokkal, hogyha a közelébe mennek. Úgyhogy ez lesz, ide lepattintjuk. Sovágy malac vágtam, nem tudom mennyi kell hozzá, elég soknak tűnik sajnos. 9 darab? Hát ez meg gambacba is sok. Egy kéz.
Hopp, még egy kéz. Hát van itt, csak össze kéne szedni amúgy. Micsoda pazarlás. Na nézzük, mi kell nekünk még? Kell ilyen rönk. Ugye? Ezt kikloffoljuk. Mi van? Hát sok a légy, hát üssed már. Itt hadonászi köcsém, azt hiszi valami lézerkard van nála. Szerintem karácsonyra befizetem a busvalók egy jóga órára, gyerekek, hogy átéljék a relaxálás gyönyörei. Azért csak megérdemlik, nem? Ennyi közszereplés után. Ez a minimum, amit tehetek. Ott izé libasorba állnak. Most jön a tornaóra, vagy nem tudom. Hát menjél már víz alá száradni! Baszod. Hát nem hiszem el. Ennyi rönk a világon nincs, ami ehhez kell, gyerekek. Láttam még egy furcsa dolgot a könyvben, azt is meg fogjuk nézni, mert... Azt ez most mi van? Semmi? Majd meglátjuk. Kaja ügyileg nagyon szorul állunk, és nagyon kéne valami cuccos. Ó, gyerekek! Bekötözzük a... baltánkat. Hát mi értelme van? Befáslisztuk. Úgy néz ki, mint a sziget először. Lekificamodott a balta a gyerekek. Be kellett kötözni. Most jóskázzál, pofa gyerek. Most azt nem tudom... Igen, lehet, hogy ilyen magvakat kéne keríteni amúgy. Azt azokat elültetni. De hát mondjuk mire az kinőcsém? Ötször nyugdíjba megyünk. Bot kell, 9 fej, bot, meg kő kell ennek a pacalságnak, úgyhogy ezt fogjuk erőtetni. Még azon gondolkoztam, elmehetnénk a jaktot megkeresni, hát ha van rajta valami móka. Á, nem megyünk gyerekek, nem megyünk, mert nagyon szarul állunk energiával. Azok meg ott gengelnek. Átharapják a torkunkat. De nem hiszem, hogy valami kurva élelem kéne. Hol vannak a kis nyulacskák? A kis köcsög nyulacskák. Oda vesztek a háborúba. Hát nem tudom, mi lett velük, gyerekek. Hentesboltot nyitottak a busvalok, azt fölélték, vagy nem tudom. Mindegy, fölmegyünk arra, reméljük arrafele nem nagyon lesznek, azt ott nézünk valami tetemet. Azt nem értem egyébként, miért nem tud a pityukoma is kannibál útra térni, tehát úgy dönt, hogy megzabál egy busman lábszárat, az kész. Kikapcsolták a mobokat gyerekek, vagy nem tudom tényleg, tehát itt őzek voltak, volt itt minden. Csak szét kellett dighazni. Ó, itt a jól ismert orgonabokor. Hát bazzeg, itt semmi nincs. Az éhezés vár ránk, gyerekek. Erőteljesen szar került a palacsintába, azt tudom mondani. Hát, elég szomorú. Se hún, semmi. Trappol, mintha ló lenne, öcsém. Oda nézzetek, már nagyon kevés a nokedli. A kalóri... Hopp, hopp! Állj meg, nyuszi, és kapsz egy paraszlengőt. Hol vagy? Ezt el kéne kapnunk valahogyan. Ne, légy szíves, szaladj messzire.
De állj már meg, rohadjál el! Ó! Már kettő van. De ha sumákolva jövök is észrevesznek be, az meg hihetetlen. Már nem, jó van. Száradjon le a kolbászod. Kinyitunk pár koffert, gyerekek, ez a megoldás maradt. Hát, ha van benne csoki. És akkor nem döglök éhen. Ó! Oh! First. Ez olyan, mintha ugye a cségóba nyitnád a ládákat. Hát nem adsz a trakos sneakerset, sajnos. Számolja, hogy hány szó haraptál bele. Vagy egy teniszlabda asimovot nyitunk, gyerekek. Itt brungattyúznak az utcán, hát gondolom ezt halljátok majd ti is. Hopp, a gyík, ennyi, van már hús. Mit érezhet vajon, aki itt ordítatja a kecskéjét? De úgy bazd meg, hogy letilt. Nem tudom, hát... A sok szintetikus teszi, gyerekek. Semmi más. Na hát azért ez már nem egy rossz dolog, már van egy gyík is. Ó, kettő. Reméljük ez sem szalad el. Rengeteg hang ugye úgy a játékban, köztük ez a leújozott Sóskifli léptek című előadás. Nézzük is. Ó, gyerekek, hát jól vagyunk lakva. Beszarsz. Na azért nézzük meg, hogy mire való, gyerekek, a ruhaszárító. Mert azt meg akarom mutatni. Nem értem én se, lehet, hogy valami tölgyfával füstöljük majd meg a húst és eladjuk dupla áron, vagy nem tudom, de ide fel tudjuk akasztani. De és akkor mi van? Gyerekek, ez a space. Itt befőttet is lehet majd a következő patchnél lerakni amúgy egy kis Bushman lábúj köröm befőtt, nagyon incsiklandóan hangzik, ugye, hát azért besírsz. Na de ez mindjárt más, hogy van egy kis energiánk. Úgyhogy nagyba összekloppolunk jó pár gajja, amit aztán belepattintunk a totembe. Még 4 darab kell és 6 darab kő, aztán rengeteg fej. Még 6 darab kő, ami hiányzik. Ó! Emeltek ide nekünk egy UPC-t, gyerekek, hogy tudjuk fogni itt a privát goldot. Legalább az maradjon meg nekünk. Aki nem tudná, ez Kufirc csatorna, srácok. Reszelnek rajta éjjel-nappal. Hoppá! És már van plusz egy fej. Miért 9 kell még, amikor ezt odaraktam és már csak 8-nak kéne kellenie azért? Hát nem tudom, a scripter matekból nem volt erős. Ahogy látom. Legalább már Wilsonunk van. Gyerekek, mentünk egyet. Nehogy szari kerüljön a palacsintába megint. Hát élelmiszerügyileg kell továbbra is elhelyezkednünk. Ugye van ott 2 gyík, de az... Egy energia újra töltés, azt hello. Na menjünk tovább. Ugye kell nekünk 6 darab kő még a totem elkészüléséhez, és 9 fej. Ezek a csapdák, ezek dísznek vannak, úgy látom, tehát semmit nem fognak. This is good. Oh. Itt jön a turista csoport megint. Nem akarok velük boxolni, mert megint kevés az energiám. Jó lenne, ha ide jönnének. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit csinál. Tehát mi lesz velük, hogyha ennek neki mennek. Ó, gyerekek! Az meg ott kullant? Vagy mi van? Ez a Mowgli. Nézzétek, ez szalad 4 kézláb. Egyébként. Mowgli. Gyere. Cicic. Gyere már. Nem, most elmenekül. Látjátok? Csita.
Hát srácok, ez volt a 42. rész az élelmiszerügyi miniszter elrendezésben, tehát elég koplalás van. Ugyaninnen fogjuk folytatni, reméljük akkor már megfüstöljék akáccal a gyíkusunkat, és minden gyönyörű és fantasztikus lesz. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, Zsozé voltam, pacsi mindenkinek, szevasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogyha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam. Szevasztok!